Egy picit, egy darabot én is levágtam. Emléknek. A korábban átadott kistályai útit követően most egy újabb 98 férőhelyes munkásszálló készült el Egerben, a belvárosi Felnár-Jakab utcában. A lepusztult állapotú Telekom székházat még 2020. szeptemberében vásárolta fel a beruházó Eger East West ZRT, hogy abból egy korszerű, energiatakarékos ingatlant hozzon létre. 2021-ben elkészítettünk egy pályázatot, egy 30 lakóegységes 98 férőhelyes munkásszálló létesítésére. A pályázat nyert, támogatásba részesült, 256 millió 320 ezer forintos támogatásba részesült. Az összprojekt értéke 705 millió forintot képvisel, tehát a többit saját erőből tettük hozzá. Hozzátette a 2-3 és 4 ágyas szobákat, műanyag nyílászárokkal, korszerű teakonyhával és bútorokkal szerelték fel, hogy a 21. századi igényeket kielégítsék. Emellett a helyiségeket energiatakarékos infrafűtéssel és klímaberendezéssel látták el. Minden lakóegységhez önálló mérőműszer tartozik, ezzel ösztökélve az embereket a gazdaságosságra. A beruházás célja, hogy a város munkaerő ellátását biztosítsa. A beruházás az Országos Foglalkoztatási Közhasznú Non-Profit Kft. Vissza nem térítendő támogatásával valósult meg. A vármegyében hamarosan még 2 szálláshelyet fognak átadni. Ezzel szeretné a kormány segíteni a munkaerő mobilitást, mondta dr. Comba Sándor foglalkoztatás politikáért felelős államtitkár. Maga a program az 2017-ben indult, most már 6 körön vagyunk túl. Nagyságrendileg 65 munkásszállás fog megépülni, gyakorlatilag azért kell így fogalmaznom, mert egy jelentős része már megépült, de még most is folyamatban vannak beruházások. Ez nagyjából több mint 26 milliárd forint támogatással valósult meg az elmúlt években. Több mint 9000 szálláshelyet biztosítanak azok, akik ezeket a szállásokat megépítették. Az államtitkár hozzátette, a beruházónak 10 éves fenntartási kötelezettséget kell vállalnia. A programot szeretnék folytatni, ugyanis a jövőben 500 ezer új munkahelyre lesz szükség, idézte a miniszterelnök szavait az átadón. A Felnár-Jakab utcai munkásszálló egy részét külföldi egyetemi hallgatók már birtokba is vették, de a környező cégek távol élő dolgozóinak jelentkezését is várja a szálló üzemeltetője.